Now turn up. Sziasztok! Hát, szép idő van, jó idő van, kicsit lehűlt a levegő, és épp itt az ideje, közben itt a hangyák futkoznak a kezem száram, épp itt az ére, hát hátul azt a dzsungelt, azt a nagyon-nagyon gyöngy dzsungelt lekaszaboljam vele. Hát igen, ide készítettem ezt a csomagot is, aki azt hitte, hogy most ezt ki fogom bontani, ezt tévedett. Tévedett, nagyon-nagyon tévedett. Ezt csak mutatom, hogy megjött a Simpson tudsz. Hát ott a karburátor. Halljátok, ebbe is zörög. Hát remélem azért a rendeltő tömítések és ezek azok épségben megmaradtak. Hát bízok benne, mert a másik karburátorhoz kell, meg elvileg egy komplett karburátor is bent van, de ez majd a másik videó tartalma lesz. Most nem erről szól, ezt csak ide készítettem, hogy megmutassam, hogy ő is megjött. Továbbá itt a célszerszámom. Ugye, ami én lusta fejemmel nem csináltam meg még hátul azt a fűterelőt, vagy ami a kardán alatt lenyomja a füvet, vagy valamit csinál, hogy ne tekelje föl, így ismét fel fogja tekerni sajnos. 100%, hogy fel fogja tekerni, de hát ez van, ezt kell szeretni. Most hirtelen jött ötlet volt, eddig ugye közel 35 és 40 fok közötti hőmérséklet volt a környéken, így ezért nem sem volt, mert nem volt kedvem abszolút a füvet nyírni ott hátul, úgyhogy most van durva 25, szép kis szellő engedezik, úgyhogy ez volt az időjárás jelentés, úgyhogy akkor most neki durrantok annak a nagy gaznak, már idén még nem volt levágva. Ebből bevittem vissza a kis csomagomat, nem akartam, hogy itt kutyusunk meglepjen vele, azt kibontsa ő, mire beérek, aztán a széje tépje, hajlamos rá. És akkor itt maga a fűnyírógép, és akkor itt van maga a fűnyíró adapter. Hát annyit csináltam vele, hogy egy kis olajat nyomtam arra, mert igen csikorgott már tavaly fűnyíráskor, de valamikor ennek majd szentelek egy időt. Hát egy videót is lehet, hogy szétkapom, széthúzom ezt az egészet, aztán megnézem az olajzását, van-e zsír, vagy nem tudom mi van ebben, fogalmam nincs, még nem szedtem szét, úgyhogy ezt nem ártana szerintem valamikor átvizslatnom. Továbbá megmutatom ezt a hajtás átalakítót, mert egy ismerősöm, egy feliratkozóm kérdezte, hogy hogy lehet átalakítani Vinkovicson. Hát sajnos csak így.
Én szerintem a hajtást megfordítani csak így lehet ezzel a kis kütyűvel. Hát persze, én már ezt így vettem, ez már rajta volt ez a kis kütyű. Hát nem tudom, feladatot el lehet olvasni, neki akarok egy kicsit segíteni. Esetleg, bár talált, átlinkelt egy képet, hogy mit talált, csak úgy a drágája. Hát sajnos ez van, enélkül viszont nem lehet szerintem átalakítani, legalábbis ez az én véleményem, de aki okosabb nálam, vagy hát tényleg vágja ezt a témát, az biztos majd ezt megcáfolja, vagy helyesbíti. Nem tudom, egy-két, azt nézem, hogy egy-két helyen már, mintha kicsit tolná ki az olajat, vagy zsírt, nem tudom, hogy mi van. Aztán tényleg hozzányúlva, pucolva, zsírozva ez, amióta nálam van, nem volt. Tudom erre, nem vagyok ilyen büszke, de tényleg teszi a dolgát, hát remélem, hogy ma is szépen fog szerepelni kint abban a nagy gazban. Ugye ide gondoltam egy valami gumiszőnyeget ide föltenni, és akkor húzná maga mögött, hogy ez a hülye gardánt, mert ez úgy fogja tekerni megint a füvet, mint az állat. De hát most már nem tudok mit tenni, meg akarok itt vezokolni vele, mert az idő meg csak melegszik, most van olyan 9:30 környéke, úgyhogy kellemes az idő a fűnyíráshoz. Akkor csapjunk a lovak közé. Látható. Hű, nem kicsi, de legalább nagy. Hát közel van, nem ember magasságú a fű. Látható, így végig. Hát ezt a teletet kéne rendbe vágnom itt a kert mögött, mert ilyen gazdátlannak néz ki nagyon, nem? Hát de tényleg ez van nagy melegben, kinek volt kedve ide kijönni. Úgyhogy akkor megkezdjük, jó?
Kérem szépen, hát azért elég durva neki ez a fű, meg elég sűrű. De valamilyen szinten levitte, lehet látni, nem a legtökéletesebb, az tény és való. De lehet, hogy oda-vissza végig kéne rajt mennem, mert a csapát, amit letapostam, azt már nem kapja föl. Mindegy, de elég az hozzá, de valamennyire ledaráltak. Hát már amennyire ledaráltak. Ugye az a baj, hogy begyűri maga alá ezt a vastag bundát, ugye ezt a vastag bundát begyűri maga alá, aztán megéri kinyomni. Tehát nem tudja kiszórni, mint a fűnyíró, hanem csak görgeti maga alatt. Meg hát látható, hogy elég rendesen felszedtem meg én ezt a gazdára, ezt a maszatot, úgyhogy ezt most le kell operálni róla. Nem egyszerű, ez a száraz fű, eszméletlen milyen erős. Na, még itt a kert mellett le kell nyomatnom, frankom, meg hát még a muterék oldalát is le kell nyomni. Hát jó volt, azért nem úgy néz ki, mint volt, nem olyan nagy, meg hát nem tudom itt a kert mellett mekkora hely van a kukorica mellett, hát itt is végignyomom ezt a részt. Ja, itt elférek. Egy csíkba végigmegyek itt is majd. Ez se legyen itt. Na, akkor jövünk errefele egy kicsikét majd. És két csíkot lehúztam. Ugyanolyan dzsúás, látjátok, ez fejetlen ez a hülye fű.
eszmény. De én vagyok a lusta, persze meg kéne ezt csinálnom, hogy normálisan, mert ez így nem működik. Jó van, ez volt a szent az utolsó, hogy így vágtam ezzel a füvet. Valamit kell csinálni, mert a nyakam, a fejem bubja, a hátam tele van minden füve. Úgyhogy meg hát itt a raket is, hogy ismét akkor pucolás.
ismét egy kis haladás. Nem szobban már vissza, de megint el lett ez a hülyeség. Hardán, ugye ezt futolom. Kész van hátul ez a rész. Az a valamikori út, már ugye ez valamikor egy úgymond düllő út volt itt végig. Csak hát ugye azóta már benőttek a fák, minden. Hát végig a szekerekkel jártak, ugye régen mindenkinek voltak kis parcellái, földjei. Ugye oda jártak tehenes szekerekkel. Hát ez az út, ez arra volt hivatott. Hát ugye azóta már más világon eltelt jó pár év, jó pár évtized. Úgyhogy ez az út már megszűnt. Hát én kaszálgatom, mint a videóban már említettem. Most igen elhanyagoltam. Hát ez így sikerült levágnom. Hát nem a legszebb, nem vagyok rá büszke, de hát azért mégsem ember magasságú a fű. Még itt a kert mellett ezt a részt lenyomom. Akkor ezt még itt videózom. Aztán elvileg akkor, hát remélem elfélek itt a kukorica mellett. Nem tudom mennyire ültették közel. Régen el szoktam félni trakettszal. Hát ameddig tudok, bemegyek. Aztán kész, azt a többit meg ott hagyom. Hát, vagy domilossal lecsapom, vagy struxival. Más nem tudok csinálni, de legyen ilyen dzsungel itt a kert mellett. Úgyhogy, hát bemegyek, aztán visszafele meg kitolatok. Ennyi. Thank you.
És akkor már itt pihen a gépezet. Gordán szétkaptam, rájöttem, hogy ha szétkapom, széthúzom, úgy onnit kihúzom azt a szárat, akkor a vízcsomót egy az egybe, hát nem egy az egybe, de elég rendesen le tudtam rántani egybe, tehát nem kell farigcsálni, sokkal egyszerűbb volt, de hát ugye mindig valamire rájöhet az ember ilyen témában. De így most sikerült megtisztítanom, szép tiszta, adok nekik majd egy kis zsírt innen-onnan, aztán akkor már ismét a pihenőre a gépezet. Ugye itt a gardnál is meg van tisztítva. Elég. Ez a fele, ahol a traktorra csatlakozott, jó meleg volt. Hát azért ugye az a fű, ugye ott csak tekerte, az jót nem tett neki. No de, befelé jövett, meg nem elment én a kuplungom. Én nem értem, ugye ezelőtt is már valamelyik részben ezt meg kell csinálnom. Ugye hiába nyomom be, sajnos már nem húz semmit. Ugye, nem tudom mennyire tudom oda tenni a kamerát, ugye előtt mutattam, hogy itt ez a probléma. Lehet látni, hogy tehát ekkora, majdnem egy centi az ütköző, és a, ez mert a kar mellett, vagy a bovden, tehát akkora hízag van ott, majdnem egy centi, ha nem, sőt, még szerintem még több is, nem tudom mennyire látszik, mennyire sem. Tehát ezeket az ütközőket, amiket én feleszkabáltam, megint arrébb kell nyomnom. Mert hát megértem, bejön egy kis ajtót, úgy beszakítottam, képzeljétek el. Azóta az egyszer egysém, hogy a tolózár, kicsit engedett a tolózár nyelve. Másképp lehet, hogy szétrobbant volna maga a kis ajtó. De hát biztos bejött volna rajt, mert nem biztos, hogy megállította volna egy egyszerű kis ajtó. Egy fenyőléc, nem is néztem, nem törtek ki. Amikor a lámpájam így is ki volt törve, annak már mindegy volt, de szerintem az eleje kapta el. Úgyhogy annak meg nem számít. Nem látszik rajt. Nos, tehát akkor ezt a két ütközőt, hát lehet, hogy elcsúszik ma a bov, de nem, vagy a másik oldal csúszik, nem tudom, de valahol csúszik. Aztán megint akkor arrébb teszem egy picikét, mert ez így nem lesz jó. Nem tudok még bejárni se a helyére vele, meg hát a fűnyírót is el kell vinnem, visszarakni a helyére, úgyhogy nem maradhat így. Ahhoz meg kell kuplunk. Ide is készítettem a szerszámokat. Ugye kell egy csavarhúzó, meg ez a dugókulcs, úgymond. Meg hát ugye a litóka behűtve, szépen be van hűtve, ismétlen ebből iszunk. Legalábbis én ebből iszok, úgyhogy eddig nem is ittam egész nap, úgymond semmilyen gyorsítót. Most már nem ártani, egy dél környékén van. Hát dél 10, durván 10 órakor álltam neki a füvet nyírni, és dél körül most volt bent ott bent 3:45-12, úgyhogy kb. Addig vágtam vele. Most tehát akkor itt az ideje az öblögetésnek, mert muszáj ebben a melegben muszáj egyet hörpintenünk egy picikét. De nem fagyott meg egész, most már két napja a hűtőben volt, hát tudsz. Adottam arra, hogy szombaton ez majd nagyon jó fog esni, úgyhogy biztos, hogy jó fog esni. Egészségetekre! Jó idő volt, ma igazi fűnyíró idő van. Főleg így árnyékban, azt nem mondom, hogy kint a napon olyan kellemes idő volt, de le kell dobnom azt a kis trikót is. Igaz, hogy jó rá is faragtam, mert hogyan föltekerte a gardán a sok füvet, ugye szórta a hátamra a port, a maszatot, a fűmagot, minden szemetet, most meg úgy viszkedett, mint az át. Az egy fajtásnak mondta, hogy mossa le, mert nem bírom ki. Ugye az ember kicsit megizzel át, úgy csipte, mint a fene. Úgyhogy muszáj volt egy kicsit bemenni, aztán löblíten hátamat, mert szét tudtam volna vakarni. Nincs, hogy csiszolóvászomba kell, hogy csinálnom ilyen vakarót, aztán de vakarni. De így most már kellemes. Itt az árnyékon nagyon jó idő van. Úgyhogy neki is ugrok akkor ezt a kuplungbombdent megcsinálom. Megértem kimondani kuplungbovdent. És hát lehet, hogy a hátsó karnál enger már egy kicsit. Lehet, hogy mindig ez csúszik ez a két. Ugye a csokiból kivett az a kis belseje,
a másik, mert nem tudom miből szedtem ki, majd valami izmosabb dolgot is kéne, vagy bobdenvéget kéne, ojjaj, közben itt a szél belebegeti, ami a fenét, a cseresznyefának a levelét. Amúgy a kamerát is hallok, lissen is a kamerám is, úgyhogy hát hogy most egy-két csavart már kiszedtem a burkolatából, de még egybe van, tehát sajnos csak úgy tudom lementeni az adatokat, hogy a kártyát kiveszem és be kell vinnem. Az érintő kijelzője már halott. Már látom magamat, de hiába érek hozzá bárhova, már nem ér semmit. Hát, lehet, hogy azt mondják, hogy a nyitókánál ugye csatlakozik, hát ugye most kell inni neki, ahogy csatlakozik, ott van kikofaj, koszosodva, de hát szét akartam szedni, de nem vacakoltam egyelőre vele, mert megoldható így is, majd ha végképp minden gajra megy rajta, akkor esetleg megnézem, mi a baja. De egyelőre így működik, remélem. Egészségetekre! Na, akkor neki állok, aztán megcsinálom ezt a cuccot. Ezt a két-három csavart meglazítottam, kicsit arrébb csúsztatom az ütközőket, aztán elvileg jó lesz. Elvileg kész. Mégis nem sokáig tart, nem is arról van szó. Csak hát ugye kellemetlen. Az ember egy kicsit dolgozik a géppel, aztán mindjárt. De ez majd valamikor megcsinál normálisan, ez csak ilyen ideglenes állapot, közben elszórom innét a dolgokat. Mert akkor nem ártana bedobni helyére szekeret. Meg hát akkor eleve a fűnyírót is visszatesszük a helyére. És a helyét még mutattam is asszonypajtásnak reggel, mikor levettem, hogy érdekes, valami ide fészkelt. Látjátok? Itt van a fűnyíró, itt volt, és itt a szépen itt rakta ezt a kis csomó száraz füvet, meg mindent. Látható, szépen ide be. Szerintem lehet, hogy fűnyíróló szedte le javarészt. Azon gondolkodunk, hogy lehet, hogy süni. Mert van egy pár sünink itt az udvarba, éjszaka mozognak. Kutyusunk meg egész éjjel ugatja őket. Úgyhogy lehetséges, hogy valami sündisznók. Nem baj, jó helyen vannak, itt elférnek. Van helyük nekik az udvarban. Na, visszahozom ide, akkor ráteszem nekik ismét fedezéknek a fűnyírót, mert így most ugye nincs ott semmi. Vissza rátesszük a fűnyírót a palettára, aztán egy darabig nem háborgatom őket. Persze először kipróbálom, hogy működik-e a kuplunk.
hogy néz ki, működik. Aki akár is viszem helyére a dolgokat, aztán csinálunk egy csomagbontást, jó? De az már egy másik videó lesz. És akkor a Vinkovicsos fűnyírásról ennyit. Paripa benne a garázsba, fedezékbe. A fűnyíró a helyén. Hát nem tudom minek a fészkén, de remélhetőleg a sündisznók a fészkén. Úgyhogy erről ennyit. Hát elég nagy volt neki a fű, láthattátok, hallhattátok. Legközelebb nem várom meg, hogy ekkora legyen. Csak hát ugye ez a 40 fok meleg azért. Nem akartam, hogy a gépnek is nagy baja legyen abban a nagy melegben, meg hát nekem se. Szerintem tett volna jót, hogy abban a hőségben kaszálom a hüvet. Hát így megnőtt. Így megnőtt, de honnét nőtt, azt nem tudom. De lehetett látni, már szinte lábon szárod volt a fű. Elég gány volt. Elég gány volt. Úgyhogy szerintem egy pár héten belül újra nyírom. Van egy olyan gyarom, hogy amit most esetleg még meghagyott, a kicsit növekedik, ha lesz esetleg eső vagy valami, akkor újra letalom, és akkor utána talán már szebb lesz a terület, mint most. Most, hát nincs embermagasságú fű, de azért nem is olyan szép, mint fűnyírás, máskori traktoros fűnyírás után. Nagyon meghagytam ezt a füvet, ezt nem szabad legközelebb júliusig meghagynom. Szerintem már idáig kétszer le kell ezt kaszálnom, hanem háromszor, de kétszer inkább. Kétszer, ez lett volna a harmadik, az lett volna jó. Minden esetre végeztem, az a lényeg. Mindenkinek a legjobbakat. Csákány, sziasztok!